Sziasztok, nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket, az én nevem Attila, és a Gálorfi nevű YouTube csatornát nézitek. Reakció videó lesz ma is, Romániából, érdekes hír, bejelentették Klaus Johannis eltűnését. Lássuk is, miről szól a hír. A rendőrségen jelentette Klaus Johannis eltűnését egy képviselő, Adrian Axinia, a Románok Egyesülésért Szövetség politikusai bukaresti rendőrösön iktatta a kérvényt, amelyet azzal indokolt, hogy az államfő tavaly december 18 óta nem lépett a nyilvánosság elé. Nem is mondhatnám, hogy hiányzik a jelenléte. Facebook oldalán megosztott az immár iktatószámmal ellátott okiratot, amelyben ironikus hangnemmel fogalmazta azt, hogy ha az elnököt egészségügyi problémák gátolták abban, hogy megjelenjen a munkahelyén, akkor azt a munkaadóinak, azaz Románia állampolgárainak tudniuk kell. Szerintem tényleg mindenkinek joga van arra, hogy tudja, hogy jó egészségben van az elnökünk, vagy nincsen. Ha bajban van, keresztényként segíteni szeretnénk rajta, írta. Ugyanebben a kérvényben kiemelte, hogy Klaus Johannis nem tett eleget a munkahelyi kötelességének, nem közvetített például a fuvarozók és gazdák tüntetése alkalmával az államhatalom és a civil társadalom képviselői között, úgy ahogyan azt Románia alkotmánya megkövetelte volna tőle. Az az igazság, hogy a román gazdák sok idő eltelte után felébredtek, hogy nicsak, nem megy olyan jól a szekér, mint ahogy ment mostanig, mert jön az ukrán gabona. Nem csak ez a baj, hanem az is, hogy Románia földjeinek legnagyobb része külföldi kézbe kerül, ugyanúgy, mint a szomszédunkban, Ukrajnában. Axinia arra kéri a rendőrséget, hogy derítsék ki, mi történt az államfővel, akinek eltűnésére az állampolgárokat, a sajtót és az államelnöki hivatal alkalmazottait hívta tanúként. Kiemelte azt is, hogy a hivatal hivatalos honlapján az elnök naptárában semmilyen nyilvános tevékenység nincs bejegyezve 2023. december 18 óta. Szerintem jól megérdemelt vakációját otthon tölti a kedves családjával. Megérdemelt ennyi sok munka után. A következő hírünket a 444 portálnak köszönhetjük szépen. Tőkés László szerint az erdélyi magyarság veszélyeztetett népcsoportá vált. Az az igazság, hogy ebbe picit én is egyet tudok érteni. Az erdélyi magyarság Európa veszélyeztetett népcsoportjai közé került. További fogyatkozását pedig csak közösségi jogainak kivívásával kerülheti el, mondta közvéleményében Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, írja az MTI. Az az igazság, hogy ha nézitek a videóimat, akkor észre lehet venni, hogy a magyarság egy kicsit nem kicsi elnyomás alatt van Erdélyben. Tőkés arról írt, hogy az erdélyi magyarság 100 év alatt a felére apadt. Fogyatkozása az utóbbi 3 évtizedben felgyorsult, ezért szembe kell néznie azzal, hogy a többi határon túli nemzet részhez hasonlóan veszélyeztetett népcsoportá vált. Az az igazság, hogy az elcsatolt területeken a magyarság száma ténylegesen csökkent. Romániában megfeleződött. Szerintem több, mint megfeleződött. És ezt a problémát annak köszönhetjük, hogy a jogaink sérülnek folytonosan. A magyarokat elnyomás alatt tartják, másodrangú állampolgárként viselkednek a magyarsággal, és sorolhatnám. De félnünk, megijednünk nem szabad, mert az önfeláldozáshoz és biztos kudarchoz vezetne. Rendeznünk kell sorainkat, és szervezkednünk kell a munkára, építésre. Egyetlen válasz Trianonra, jelenlegi elesett állapotunkra, közösségi jogaink kivívása, az autonómia. Az 1989-es romániai forradalom még mindig adósunk a kisebbségi rendszerváltozással, erről nem mondhatunk le, írta Tőkés László kiemelve, hogy 2024 választási év Romániában. Nagyon fontos, hogy mindenhol a magyarság, Magyarországon, meg mindenhol úgy általában menjen el szavazzon, szavazzon a nemzetállamra, szavazzon a sajátjainkkal. Mutassuk meg, hogy mi összetartóak vagyunk. Ne legyünk megint széthúzóak, és ne keressünk okokat, hogy itt jobb, ott jobb, itten ügyesebbek, ottan ügyesebbek, mert a valóság az egy kicsit árnyaltabb. Példának mondhatnám, hogy Magyarországon nagyon szépnek írják le a romániai jelent, viszont mi itten egészen másképp éljük meg, mert az igazság az egészen más, mint azt a propagandák mutatják. Ha tetszett ez a videó, és szeretnétek több ilyen tartalmat, akkor iratkozzatok fel. Kattintani a like gombra, köszönöm szépen előre is. Osszátok meg ezeket a híreket, hogy jusson el minden magyarhoz, hogy lássák, mi is történik valóságban, Romániában, Erdélyben, a magyarsággal és úgy általában. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, a viszontlátásra, sziasztok!